Az Eötvös József Általános Iskola adott otthont idén a hagyományos Mikulás foci tornának. A rendezvényt a Kispesti Sportcentrum szervezte, nem csak kispestieknek. Nevezett a Kőbányáért Egyesület, a Pesszentlőrinci Városgazda Utánpótlás Akadémia, a Pesszent Imrei Sportkastély ESE, a Nyáregyházi SK és a Ballószögi FK 5.-6. osztályos fiú csapata is. A versenyen mindenki játszott mindenki ellen. Nagyon sok ügyes, nagyon jó labdarúgók vannak, akik 11-12 évesek. Lehet látni bennük már a technikát, lehet bennük látni azt, hogy futballistának készülnek. Egész ügyesek, egész jó formában vannak. Bízom benne, hogy lesz is belőlük jó futballista. Egy meccs 2x10 percből állt. Intenzív játék, sok góllal. A legerősebb ellenfélnek a Pesszent Imre sportkastélyese csapata bizonyult. Ki a csapatkapitány? Hát egyértelműen Huni a csapatkapitány. Igen. Senki más nem lehet, csak Huni, mert neki van a legnagyobb kép a csapaton belül, úgyhogy nem más, mint van. Mennyire volt nehéz ez a mai mérkőzés? Komolyan kellett azért venni, de nem volt annyira nehéz. Tehát, hogy úgy kell hozzáállni, hogy bármi lehet, és akkor bármi lehet. Ahhoz, hogy valakiből jó focista váljék felnőtt korára, nem elég a tehetség. Ez szorgalom pénz kérdése is. Kispesten azonban van lehetőség ingyenes edzésre, a Hungária Általános Iskola és Kollégiumban, ahol a játszi foci működik Erős János vezetésével. Sok tehetség van Kispesten is, csak az akár egyes szülőknek nincs pénzük hozzá, hogy elvigye pénzét focisztatni őket. Ezért van, amit én csinálok, a játszi foci az ingyenes. Meg én felkarolom azt, hogy a gyerekeket ingyen edzést csinálok, a Hungária Iskola és Kollégiumban csinálok edzéseket ingyen. A mostani tornát a Mikulás is meglátogatta, aki Vincek György alpolgármesterrel együtt átadta a részvételért járó okleveleket és a győzteseknek járó kupát is, a Pesszent Imrei Sportkastély ESE csapatának.